nekem a Böri mindig is egy olyan ember volt, aki egy ilyen csupa szív, melegséget árasztó. Tehát valahogy már eleve a hangja is, ez a dörmögő, mély, ilyen mackó. Én amikor a Vidám színpadra először jöttem, akkor az első darab az nekem egy beugrás volt a Kaktusz virágában, ahol Böri volt a partnerem, és gyakorlatilag úgy ment le az első előadás, hogy előtte tudtunk próbálni, de nem is tudtunk végigmenni a darabon. Tehát voltak olyan párbeszédek konkrétan, amik a színpadon hangzottak el először közöttünk. És mégis az volt az érzésem már előtte is, meg a próbán is, hogy valahogy nem féltem, mert biztonságban éreztem magam, tudtam, hogy ez nem sülhet el rosszul, mert egyszerűen neki olyan a személyisége, hogy nem tudsz mellette aggódni, hanem azt érzed, hogy minden rendben van, és minden rendben lesz, és hogy biztonságban vagy.